Február 6-án is szeretettel köszöntöm a Hívízi Televízió kedves nézőit. Hétfőnként, mint már megszokhatták, az elmúlt hét legfontosabb helyi és térségi híreit hozzuk el nézőinknek. Ha tehetik, tartsanak velünk! Magyarország kormányának döntése értelmében a Zalai 2-es választókerület települései összesen majdnem 600 millió forintnyi rezsitámogatást kaptak. Ezt Nagy Bálint közlekedési államtitkára, Keszthely központú körzet országgyűlési képviselője jelentette be. A politikus által közzétett adatokból kiderül, Keszthely majdnem 96, Zalakaros 32, Hévíz 31,6, Pacsa 12, Zalaszentgrót pedig 8,3 millió forintot kapott. Mindenről a települések által készített menedzsmentterv alapján a helyhatóságok egy lakosra jutó iparűzési adóerőképességét is figyelembe véve döntött a kormányzat, amely a támogatásért cserébe takarékosságot kért. A plusz juttatás célja, hogy a legfontosabb közszolgáltatások működése biztosított legyen a hazai településeken. A kormány tartotta magát előzetes ígéretéhez, és az ellenzéki vezetésű önkormányzatok is kaptak rezsitámogatást. Ebben a térségben Zalaszentgrót mellett például Cserszegtoma is, ahová 32,9 millió forint jutott. Hévíz térségében például Zalaapátiban 28, Rezibe 12,5, Kehidakustányban 8,4, Zalacsányba 19,2, Vonyarcvashegyre 21, Balatongyörökre pedig 10 millió forint rezsitámogatás érkezik. Ezt kötelező feladatokra kaptuk, tehát olyan intézmények rezsijeit fizethetjük ki belőle, illetve rezsi árait, számláit fizethetjük ki belőle, ami kötelező feladatként kell ellátnunk, így adott esetben beszélhetünk óvodáról, illetve olyan intézményeinkről, ahol ezt el tudjuk költeni. Szerencsére van egy csomó olyan intézményünk, ahol még élnek a régi szerződések, tehát ott adott esetben még jó rezsiárakat fizetünk, de van olyan is, ahol sajnos már nem. Úgyhogy ezekre az intézményekre, legyen az szociális intézmény, vagy adott esetben az óvoda, erre fogjuk gyakorlatilag elkölteni, és erre költhető el. 4759 állandó lakosa van Hévíz városának a 2022. január 1-i adatok szerint. Ez a szám 65 fővel több, mint a 2021. január 1-i állapot. A tavalyi évben 19 hévízi lakcímmel rendelkező gyermek született, és 62 házasságkötés történt a városban. Megdőlt a korábbi évek csökkenő tendenciája a lakosság számot tekintve. A 2022. január 1-i adatok szerint ez 65 fővel több, mint a 2021. január 1-i állapot, azaz 4759 állandó lakosa van Hévíz városának. A tavalyi évben 19 hévízi lakcímmel rendelkező gyermek született, és 78 helyi lakos hunyt el. A házasságkötések száma országos szinten is évről évre nő. Ez a tendencia itt sincs másként. Még mindig népszerű a hévízi esküvő. A tavalyi évben megtartott és anyakönyvezett 62 házasságkötésből 42 pár nem rendelkezett hévízi lakcímmel. Elmondható, hogy a vidékiek körében népszerű a város. A tavalyi évben egy maláj állampolgár kötött házasságot egy magyar állampolgárral. Továbbá egy ukrán pár fogadott örök hűséget Hévízen. Külső helyszínen három esküvő zajlott. Módosult a hivatali helyiségen és a munkaidőn kívül történő házasságkötés díjáról szóló helyi rendelet. A képviselőtestület 2022. október 1 napjától a házasságkötés díját bruttó 15 ezer forintról 25 ezer forintra emelte, de megtartva a hévíziek részére biztosított 100%-os kedvezményt. A külső helyszínen történő házasságkötés lebonyolítása esetén a többletszolgáltatás ellentételezésére 40 ezer forintot állapított meg a testület. 2022-ben Hévízen születés anyakönyvi esemény nem történt. 57 halálesetet anyakönyveztek, ebből 3 külföldi állampolgár volt. Okmányirodai székhelyű településként kimagasló számú az okirat kiállításunk. A tavalyi évben 262 születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatot állítottunk ki illetékmentesen.
Évről évre több a magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseménye is, és ezt bizony a hazai anyakönyvnek is tartalmaznia kell, tehát szükséges ezen anyakönyvi események hazai anyakönyvesztetése. A tavalyi évben Hévízen 5 külföldön született gyermek születését, 5 külföldön kötött házasság és egy haláleset hazai anyakönyvesztetését rögzítették elektronikusan. Először eldobogó magyar csapata a világ legjelentősebb szakácsversenyén a Bocuse-d'Oron, melynek döntőjét a hagyományok szerint a franciaországi Lyon városában rendezték. Először állt a dobogón magyar csapat a világ legjelentősebb szakácsversenyén a Bocuse-d'Oron. Ez a világ legrangosabb szakácsversenye, amelyet Paul Bocuse szakács ötlete nyomán 1987 óta 2 évente rendeznek meg. A döntőnek idén is a franciaországi Lyon adott otthont. A magyarok remek teljesítménye hosszú múltra nyúlik vissza, amiről a gasztronómiai szakértő Miklós Beatrix mesélt. 2009-ben, amikor is a lyoni nagyverseny volt a Paul Bocuse által megszervezett Bocuse-d'Or, akkor mi kint jártunk ezen a versenyen, illetve verseny előtt kollégák előtárgyalásokat folytattak tulajdonképpen, hogy a versenyt hogyan lehetne megmozdítani, hogyan lehetne esetleg Európa vérkeringésében Kelet-Európát, amit Magyarország képviselt abban az időszakban, bevonni ebbe az esemény sorozatba. Amikor is ők kint jártak, akkor Paul Bocuse-tól kaptak ajánlást erre. Magyar szakácsok 2013 óta vesznek részt a világversenyen, és egyre jobb helyezéseket érnek el. Ehhez korábban Hévíz is hozzájárult. 2011-ben ugyanis a városban zajlott egy előselejtező. 2018-ban Torinóban pedig külön hévízi különítmény is buzdította a csapatot a helyszínen. Minden előző részvétel, aktivitás célja az volt, hogy a hazai gasztronómiát eljuttassák azokba a magasságokba, ahová most 2023. január 23-án felért a magyar csapat. Dalnoki Bence Sév, Szél Tamás Kócs és Nyikos Patrik Komi. A mostani bronzérem kelet-európai országként kiemelkedő teljesítmény. Mi, akik a szappában dolgozunk, azért figyelemmel követjük a kollégáinkat, a kollégáink munkáját, és látható volt egy folyamat, hogy egyre inkább érik a nagy siker. Szerintem ez egy szenzációs dolog. Mi, akik tényleg ebben a szakmában dolgozunk, mi igazán tudjuk, hogy ez mennyi munkával, mennyi ráfordítással és mennyi felelősséggel jár. A versenyben 2 versenyfeladat volt, a tál és a tányér. Ezeket minden csapatnak teljesítenie kellett. Előbbi esetében a magyar csapat Budapest tálat készített, melynek fő eleme a kötelezően előírt ördöghal volt. Az összesen 24 döntős ország közül a magyar csapat az előkelő 3. helyen végzett, ezzel ez az eddigi legjobb helyezésünk a Bocuse-d'Oron. A versenyt egyébként Dánia nyerte, a 2. helyezés Norvégiáé lett. 2022-ben csökkent a bűncselekmények, de növekedett a balesetek száma Hévíz környékén. Ám új kihívásokkal is szembe kellett néznie a rendőri szerveknek. Az idei év előrejelzéseiről is beszélgettünk stúdiónkban, Lágler Róbert alezredessel, a Keszthelyi Rendőrkapitányság Hévízi Rendőrőrsének parancsnokával. Köszöntöm kedves nézőinket a Hévízi Televízió Háttér című műsorában. Mindennapjaink, életünk, létünk, terveink és életvitelünk alapvető meghatározója manapság egyre inkább a biztonságérzetünk. Erről lesz szó a következő jó néhány percben, hiszen a biztonságunkról, a rendőri szervek tevékenységéről beszélgetünk Lágler Róbert alezredessel, a Keszthelyi Rendőrkapitányság Hévízi Rendőrőrsének parancsnokával. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszöntöm a nézőket. Vágjunk is bele a közepébe. Ez egyfajta évértékelő műsornak indul, aztán majd meglátjuk, hogy hova fut ki, de akkor beszéljünk a tavalyi évről. Rendőri szempontból, biztonság szempontjából Hévíz milyen évet zárt 2022-ben? Először szeretném a Keszthelyi Kapitányság vonatkozásában a 22-es évet értékelni, és ezen belül a Hévízi Rendőrőröst is. Én úgy gondolom, és a számok is azt mutatják, hogy a 22-es év rendőri szempontból egy biztonságos év volt a Keszthelyi Kapitányság vonatkozásában és a Hévízi Rendőrös vonatkozásában is. Bűncselekmény számok csökkentek,
Ezen belül a vajoni bűncselekmények száma jelentősen csökkent. Lopás, betöréses lopás, lakásbetörés vonatkozásában is, ami kiemelt mérőszám. Itt el kell, hogy mondjam, hogy az állampolgárok szubjektív biztonságát veszélyeztető kiemelt bűncselekmény, rablás, zsarolás, kifosztás sem Keszthelyi kapitányság, sem a hévízőrs vonatkozásában nem történt 2022-es évben. 2021 évben, az év végén volt hévízen egy rablás, ami úgy gondolom, hogy az egész jól felkavarta itt a hévízi lakosságnak a ez a lottóról van. Lottózós, igen. Tehát nem volt jó érzés. Megverték a hölgyet, elvitték a pénzt, de a kollégáim a Keszthelyi kapitányság vezetésével hamar elfogták az elkövetőt. El tudom mondani, hogy egy román állampolgárról van szó, aki már üli a jól megérdemelt büntetését. Tehát elmondom, hogy tehát rablás 2022 évben nem volt az illetékességi területünkön. A hévízi rendőrös 12 település közbiztonságáért felel, és itt nagyon pozitívan kell elmondanom, hogy lakásbetörés, betöréses lopás a területünkön nem történt 22-es évben, ami úgy gondolom, hogy egy olyan kiemelkedő tevékenység a kollégáim és a segítőink itt a polgárőrségről kell majd említést tennem az önkormányzatokkal való együttműködés tekintetében, hogy úgy sikerült ezt teljesítenünk, hogy előjáróink is, és úgy gondolom, hogy a lakosság is megelégedéssel fogadja ezt a tevékenységünket. A bűncselekmények száma viszont struktúrájában úgy változott meg, hogy az internetes térben elkövetett csalások, a banki dolgozókra hivatkozásra elkövetett csalások száma viszont jelentős mértékben nőtt, és itt hívnám fel a lakosságnak a figyelmét, hogy banki adatokat, személyes adatokat telefonon soha senkinek ne adjunk meg, mert hamar áldozattá válhatnak, és utána már sokkal nehezebb azt a pénzt a rendőrségnek visszaszerezni, amit az illetéktelenek csalás módon elvittek a személyektől. Szándékaim szerint erről később részletesebben beszélünk, viszont elhangzott egy szópár a bűncselekmények struktúrája. Ebben a tekintetben változott-e valami, vagy készülhetünk-e valami változásra? Most erről tényleg később beszéljünk majd az internetes csalásokról, mert azért egy eléggé szélesebb kitekintést igénylő téma. De változott-e valamelyest a bűncselekmények struktúrája? Bár úgy tűnik ez a felsorolásból és az értékelésből, hogy Keszthely és Hévíz környékén rendőrnek lenni egy ugalmas állás, hiszen alig történt valami. Ezt így nem merném kijelenteni, hogy egy nyugalmas állás. Azért van mit tennünk. Tehát a Hévízi rendőrös állományának az is a feladata, hogy a nap 24 órájában rendőri jelenléttel lefedje a településeket, és ezt meg is tesszük, amikor több kolléga is dolgozik egy időben, tehát azért vagyunk, hogy próbáljuk megelőzni a bűncselekményeket, ne váljunk áldozattá a lakosság. A struktúrában viszont igen, történt egy jelentős változás, a vajoni bűncselekményekből a lopások száma jelentős mértékben, ahogy említettem, lakásbetörés Hévíz nem volt, és mellette viszont a csalások száma, az internet csalások száma viszont növekedett. De el kell, hogy mondjam, hogy 2022-es évben ezeknek a felderítési százaléka 91% volt. Tehát úgy gondolom, hogy a kollégáim ezt jó százalékkal fel tudják deríteni. Itt viszont el kell, hogy mondjam, hogy ugye a kár megtérülés, hogy mennyit sikerül majd az elkövetőktől a későbbiek során a sértetek felé visszajutatni. Itt már vannak olyan hiátusok, hogy nem mindig sikerül azt a teljes mennyiségű kárt megtéríteni, vagy lefoglalni az elkövetőktől,
amit ők kicsaltak a személyektől. Eddig a biztonságról beszéltünk, hiszen betörés, lopás téma az mind a, hogy úgy mondjam, a személyi vagyon elleni büntettek körébe tartozik. Balesetek tekintetében mi a helyzet, hiszen az is ennek a területnek a része. Itt ilyen jó hírekkel sajnos nem szolgáltok, tehát a balesetek száma a Keszthely kapitányság területén 2022-es évben nőttek, sajnos nőtt a halálos balesetek száma is, 6 volt, nőtt a súlyos sérüléssel járó balesetek száma is, és itt kiemelt cél és feladatunk is, nem csak a hévízi rendőrőrség, hanem a Keszthely kapitányság teljes személyállományának, hogy ezt a számot fordítsuk meg, ezt a tendenciát próbáljuk megfordítani, hogy kevesebb legyen a halás. Mindig azt szoktam mondani kollégáimnak, hogy egy több, mint a nulla, tehát hogyha nullán tudjuk tartani, akkor jól dolgoztunk. Ez nem csak rajtunk múlik, ez szerintem az állampolgároknak a hozzáállásán, szabálykövető magatartásán is múlik, hogy mennyi és milyen súlyos balesetek történnek. Mi az ok a balesetek tekintetében? A gyorshajtás, elsőbbségadás, előzés szabálynak a megsértése, és úgy gondolom, itt az emberi magatartás nagy mértékben befolyásolja negatív értelemben, mert sokkal több autó van a közutakon, mint ezelőtt 5-10 vagy 20 évvel, ez tény is volt, nagyobb teljesítményű autók vannak, ez is tény, de hogy az állampolgárok nem tartják be a szabályokat, ez viszont figyelmetlenek. Nagyon sok olyan baleset volt, hogy stop táblánál, vagy elsőfüggás táblánál történt a súlyos vagy halálos baleset, és azt ugye állandó rendeléttel nem lehet megakadályozni. Itt az állampolgároknak kell betartani a KRESZ szabályokat, és úgy gondolom, hogy ez ebben az évben is, tehát 23-as évben is cél lesz, és mellette eszköz is a kezünkben a sebességmérő készülékeknek a használata, a fix trafiknak a használata, illetve a mozgás közbeni szabálysértéseknek is a felderítése és a szabályt elkövető személyeknek a megbírságolása. Úgy gondolom, hogy másképp nem lehet, mint hogy a szankciókat, és ha kell, akkor súlyos szankciókat, akár jogosítvány elvételét is kell a kollégáimnak alkalmazni, és fogjuk is alkalmazni. Igen, de a szankciók kivetése, a büntetés kivetése az már egy lezárult eseménysor után következhet. Mit tudunk azért tenni, hogy ne történjen meg az eseménysor? Arra szeretnék utalni, hogy alezredes úr szavaiból az derül, hogy gyakorlatilag a vezetőknél, a sofőröknél lenne szükség egyfajta szemléletváltásra, tehát hogy legyünk figyelj, ezt hogyan lehet elérni? Nem rendőri feladat, szerintem, de miben tud ebben segíteni a rendőrség? Nem csak rendőri feladat, de rendőri feladat is, mert bűnmegelőzés, baleset megelőzési oktatásokat, előadásokat tartunk rendszeresen, kapitánysági szinten, egy külön csoport van erre kialakítva, és felhívjuk rendszeresen óvodáskortól felnőtt korig, nyugdíjas korig az állampolgárok figyelmét, hogy figyeljenek oda a szabálykövetésre, figyeljenek oda, hogy kipihenten alkoholfogyasztás mellőzésével üljenek, hogy alap lenne, de sajnos ez a statisztika nem ezt támasztja alá, tehát mindig vannak alkoholos állapotban bekövetkezett balesetek is, ami úgy gondolom, hogy nem jó. Ez pedig az embereknek a felelőtlensége. Ugyanúgy felelőtlensége a gyorshajtás is. Szerintem rohannak, ez a rohanó világban bekövetkezett okok is közrejátszanak abban, hogy a balesetek száma folyamatosan sajnos nő, és mivel nagy teljesítmény autók vannak, így a sérülések foka is, tehát a súlyos és nagyon a halálos száma is sajnos nőtt, és itt az okok itt vannak. Az emberek fejében kellene, kérdésre még válaszolva, szerintem picit rendet tenni, mindenki a sajátjában egy picit rendezné a gondolatait, türelmesebben közlekedne az autóval, akkor ha csak egy picivel is, de csökkenne a szám. Mellette mi rendőrök pedig mindent megteszünk azért, hogy próbáljuk kordában tartani a
közlekedőknek a magatartását, ami nem egy egyszerű feladat. Az ezredes úr említette, hogy a kordában tartás egyik eszköze a Trafipax, ami egyfajta megfigyelő rendszer, és ha már megfigyelő rendszernél tartunk, akkor hadd kérdezzem meg, Hévízen évek óta kiemelt fontosságú tétel a biztonságunk szempontjából a térfigyelő rendszer, ami nagyon sikeresen működik. Így volt ez tavaly is? Mit tudunk a térfigyelő rendszerről? Bevált-e? Egy szóval mondom, kiváló, és nem csak azért, hogy dicsérjem a rendszert, hanem ez valóban így is van. 2022-ben 8 olyan jogsértést sikerült a kamerarendszeren keresztül felderíteni, ami lopásokkal is, vagy bűncselekményekkel is, és balesetek elkövetőivel szemben is sikerült felderíteni az ismeretlenes elkövetőket. Nagyon jól működik, az önkormányzat ebben nagyon nagy partner, bármi segítség kellett tőlük, karbantartás, bármi, azt maximálisan támogatták. Illetve nekünk volt kérésünk az önkormányzat felé, és itt polgármester úrnak is köszönöm, hogy támogatja. Mi összeírtunk, és be is teljesítettük az önkormányzatnak, hogy a kamerarendszer bővítését, amikor lesz rá lehetőség, hogy melyik rész, melyik az a fekete folt Hévíz város területén, ami rendőri szempontból indokoltá tenni, hogy a kamerarendszert fejlesztjük, és itt is pozitív választ kaptunk, és bízom benne, hogy ezt a bővítést közösen, egy cél érdekében végre is tudjuk hajtani az önkormányzattal közösen. Úgyhogy kiválóan működik a kamerarendszer Hévíz város területén. Ez azért jó, mert a lakosság biztonságérzete, gondolom, amit említette az ezredes úr, a szubjektív biztonságérzet is erősödik ezáltal. A rendőri tevékenységnek több ága van, bűnmegelőzés, bűnfelderítés, közlekedés, rendészet. Beszéljünk a rendészeti tevékenységről, hiszen úgy gondolom, hogy ez az a terület, amiben a lakosság közvetlenül is látja, nyomon követi, megfigyelheti a rendőrség munkáját, de mondja, ha tévedek. Teljesen jól mondja. Ugye a rendészet az az ága a rendőrségnek, ami látható. A lakosság látja, hogy a rendőrök kint vannak a közterületen. A rendőrök nem csak azért vannak kint a közterületen, hogy bírságoljanak, szankcionáljanak, hanem hogy legyen rend, fegyelem. Ha olyan eset van, majd kitérek rá Hévízen is, hogy a parkolási mizéria sokszor előfordult, és közösen kell tennünk annak érdekében, hogy mindenki betartsa a szabályokat, de a látható rendőrségnél fontosabb nincs, és elsősorban itt kiemelném, hogy megelőzés szempontjából. Tehát ha a rendőrök kint vannak, akkor a bűnözők, akik azért jönnek Hévíz vagy bármely településre, hogy bűncselekményt kövessenek el, és a rendőrök ott vannak, látják a rendőröket, akkor ő azt mondja, hogy itt van a rendőr, akkor tovább fogok menni, és nem itt fogom elkövetni a lopást, vagy bármilyen jogsértést, továbbá. És ezért fontos nekünk vezetőknek is úgy megszervezni a szolgálatot, hogy a nap 24 órájában, akár osztott szolgálatban is, vagy eltolt szolgálatban is, hogy mindig legyen állandó rendőr jelenlét Hévíz területén is, és a többi településen is. És úgy gondolom, hogy ha ezt látjuk közösen, az állampolgárok látják, hogy ott van a rendőr, akkor, és nem azért kell, hogy lássak, hogy most mindenkit megbüntessünk, nem, hanem hogy segítsünk az állampolgároknak, mert a rendőrség úgy gondolom, hogy segítő szándéka is. Aki rossz szándékkal érkezik, az pedig tartson a rendőrtől, és úgy gondolom, hogy ha ez működik, akkor a helyi lakosok, az állampolgárok, az idegenforgalomban itt lévő személyek pedig azt látják, hogy egy nyugodt, biztonságos városban nyaralnak vagy élnek. És látják-e, fogják-e látni 2023-ban magyarul, van-e elég erő, van-e elég kolléga erre, egyáltalán hogy készül a 23-as évre a Hévízi őrs? Bízunk benne, hogy legalább olyan szinten el tudjuk látni a város, a környezetelepüléseknek a rendészeti, bűnügyi feladatait, hogy az itt nyaraló, itt üdülő vendégek is jól érezik magukat. Létszámhelyzetben el tudom mondani, hogy a Hévíz rendőrös 100%-ban feltöltött, tehát ez nagyon fontos, mert
nem minden kapitányság, nem minden őrs büszkélkedhet azzal, hogy a létszáma teljesen fel van töltve, a miénk igen. És úgy gondolom, hogy a kollégáim is jó szájízzel jönnek, jó munkakörülmények között dolgoznak, és azért dolgoznak, dolgozunk közösen, hogy az itt lévő lakosság, vendégek jól érzik magukat, pihenjenek, üdüljenek, és nyugodtan merjenek elmenni sétálni a városban, és érezzék jól magukat. Mennyire fontos a rendőrségnek az, hogy ha már ennyit emlegettük a lakosságot, hiszen persze, hogy emlegetjük, ez az alap, hogy a lakossággal jó viszonyban legyenek, tájékozott legyen a lakosság a tevékenységről. Tehát tudnak-e intézményes kapcsolatokat ápolni a lakossággal? Vagy látjuk a rendőrt az utcán? Ugye ez csak egy része, hogy látják a rendőrt az utcán. Minden évben, minden településen fórumokat tartunk, lakossági fórumokat szervezek az önkormányzatok, azokra bennünket meghívnak, és mi minden meghívásnak eleget is tudtunk tenni, és ezértben is eleget is fogunk tenni, és ott, ha a lakosságnak bármilyen kérdése van rendőrség felé, akár bűnügyi, rendészeti vagy közlekedési szempontból, azt próbáljuk megválaszolni, és olyan felvetések vannak, mint ahogyan volt Hévízis lakossági fórumon, hogy szeretnének, hogy a sebességmérő készüléket a Vörösmarty utcában helyezzük el. Van, aki örül ennek, van, aki nem örül ennek, de felvetődött a lakossági fórumon, hogy az utca elkészült, és hogy ismét üzemeltessük ott a sebességmérő készüléket, meg is fogjuk tenni. Sőt, én magam voltam tanulja, hiszen ott voltam a lakossági fórumon, és hallottam a kérdést elhangolni. Én másnap reggel láttam sebességmérő rendőrautót a Vörösmarty utcában, úgyhogy ezúton is köszönjük szépen. Ha úgy veszem, eddig általánosságokról beszéltünk, helyzeteket elemeztünk, és adósak maradtunk egy konkrét helyzettel, ez pedig az internetes bűnözés új formáinak a terjedése. Adjunk akkor valami konkrét kapaszkodót, mankót, segítséget a lakosságnak, mire figyeljenek ez ügyben, hiszen ez egy új fajta bűnözési mód. Sajnos igen. A bűnözők is változnak, a bűnözői struktúra is változik, tehát a lopás, a betöréses lopások száma csökken, viszont az interneten elkövetett csalások száma viszont jelentős mértékben nőtt. Itt hívnám fel a lakosság figyelmét, hogy telefonon, akár banki alkalmazottnak bemutatkozó személynek, akár postai dolgozónak kiadó személynek, semmiféle személyes, semmiféle banki adatot, bankszámlaszámot ne adjunk meg, mert a bank ilyet nem fog tőlünk telefonon soha kérni. Legfontosabb ez, hogy legyünk... A bank tudja a bankszámlaszámunkat. Így van. Tehát legyünk bizalmatlanok az ilyen személye. Minden sértet elmondja, amikor sajnos áldozattá vált, hogy megnyerő modorú, udvariasan bemutatkozó hölgy vagy úr volt a telefon másik végén, de hogy milyen szándéka, és amikor már a telefon, épp hogy befejezik a telefonbeszélgetést, és már a bankszámlájáról emelik le a pénzt, utána döbben rá, hogy áldozattá vált, és úgy gondolom, hogy most azt mondom, hogy ne, ez a legfontosabb. Tehát banki adatokat, személyes adatokat telefonon soha senkinek ne adjunk meg. Tudom, hogy nagyon sokan vásárolnak interneten. Igen, világ megváltozott, az a kérésem mindenki tájékozó arra az oldalról, amelyik megbízható. Vannak kommentek, hogy ez megbízható oldal, ez kevés megbízható oldal. A Keszthelyi kapitányságon is 22-ben több olyan nyomozás került befejezésre, ahol százas nagyságrendű volt a sértetti oldal, tehát, és nem helyi elkötőkről beszélek, hanem az ország másik végén élő személyekről, de hát ugye az internet világában ez nem távolság, és azért mondom, hogy legyünk bizalmatlanok, és ne fussunk utólag a pénzünk után. Ezt kérem mindenkitől. Ez volt a konkrét kérdés, és ez volt a konkrét szituáció. Általánosságokban pedig én szerintem feltártuk a tavalyi év biztonsági helyzetét, és adtunk egy kis előremutatást az idei évre. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Biztonságos évet kívánok! Köszönöm szépen!
A következő percekben kommentár nélkül láthatnak egy összeállítást a múlt hétvégi Farsangváró rendezvényről. A vízisportokat, túrákat kedvelők jól ismerik a hévízi kifolyó vagy a hévízi patak kifejezést. Országszerte több ezren lehetnek, akik a szavakat élményekkel is tudják társítani, mert vettek már részt a hévízi téli vízi túrán. Hogy az eddig kimaradók is képet kapjanak a hangulatról, munkatársaink is vízre szálltak egy téli reggelen. Az Indián Vízi Túra Egyesület több mint 20 éve szervez kenutúrákat a hévízi csatornán, ősztől egészen márciusig. A túrákhoz bárki csatlakozhat. Január utolsó hétvégén mi is vízre szálltunk, hogy részesüljünk az élményben és bemutassuk azt. Vannak a téli túrák, ugye most is itt van a hévízi túra, nagyon szeretjük. Bár az időjárás nem kegyes hozzánk, mert az lenne szép igazán, hogyha gőzölgő patak és hó fölött lenne, de így is kedves nekem ez a patak. Összesen 8 hajóval fogunk most vízre szállni, ez kb. 20 embert jelent. Az Indián Vízi Túra az körülbelül most már 96 óta csinálja szerintem az is. Először még kétnaposak voltak a túrák, most már csak egy-egy naposak, és leolvadt ez. Tehát egy hétégen kétszer megyünk, egész március 15-ig lehet a hévízen túrázni. Azon kívül a madár költési időszak miatt az védett területnek minősül, tehát vízitúrára nem alkalmas a patak. Az egyedülálló vízfolyás és környezet valóban varázslatos élmény, érthető, hogy sokakat vonz. Az első alkalommal próbálkozók mellett szép számmal vannak, akik már korábban is részt vettek egy-egy túrán, és az élményt másokkal is meg akarták osztani.
A túrára úgy esett a választásunk, hogy családdal jöttünk, és egy szülinapi ajándék, illetve karácsonyi ajándék együtt ez a túra most, és hát gondoltuk, hogy a legnagyobb ajándék egy közös élmény. Úgyhogy négyen jöttünk, egy csónakba fogunk kerülni. Egyébként én már 8-9 évvel ezelőtt végigmentem ezen a túrán, az egy másik egyesületnek a hajójában volt, és kollégákkal. Nagyon izgalmas volt, szép volt, és gondoltuk, hogy ez egy jó kis apropója annak, hogy akkor még egyszer megismételjük. Vagyis én pontosabban, és a többiek meg átéljék ugyanezt az élményt. A résztvevők az indulás előtt egy rövid, de alapos evezős és kormányos oktatásban részesülnek. A túravezetők indulás előtt ismertetik az útvonalat, és baleset megelőzési, illetve természetvédelmi tájékoztatást is adnak a bátor próbálkozóknak. Ezután a résztvevők felcsatolják a mentőmerényeket és vízre teszik a hajókat. Próbáljunk meg némi empátiával és türelemmel lenni a kormányos iránt is. A jó részt védett területen, 10 kilométeres szakaszon vezető vízi úton akadtak kezdőevezősöknek kihívást jelentő szakaszok is, de a felkészítésnek köszönhetően mindenki sikeresen megbirkózott velük. A hévízi túlfolyó viszonylag egyenes, a kezdeti szakaszán nagyon melegvízű, padlórúzsában gazdag, trópusi halfajokkal, általában idegenhonos halfajokkal betelepült, de viszonylag szép. Utána egy kisebb kanyargó szakasz, általában szokták szeretni a túratársak, mert tényleg egyébként nagyon kellemes túra. Kilométerben összesen 10 kilométer, tehát nem egy vészes táv. Tényleg olyan, hogyha valaki még esetleg nem övezett, akkor ezzel bevezetés nyerjen. A helyszín különlegessége, hogy ez hazánk egyetlen olyan vízfolyása, ami a téli időszakban sem fogy be, sőt hidegebb időben gőzölgő látványával bűvöli el az evezősöket. Ezért az ország különböző pontjairól vonza hévízre a vízitúrázni vágyókat. Ez alkalommal még külföldről is érkeztek, egy osztrák pár választotta üdülésük főprogramjának az evezést. We just didn't want to... Nem akartunk folyamatosan csak a termálvízben lenni, úgyhogy kerestük, mi egyebet tudunk itt csinálni. A Tourinform irodában javasolták ezt a túrát, és úgy döntöttünk, kipróbáljuk. Nagyon kedvesek voltak, angolul válaszoltak, mindent elmagyaráztak, és emiatt vagyunk most itt, és imádjuk, tényleg csodálatos. And we love it. It's really wonderful. Túrák különlegességét a sehol máshol nem tapasztalható környezeti adottságok, a jó hangulat és az őszi, téli élővilág szépségei adják. A túraútvonal megtétele jó körülmények között nagyjából másfél-két órát vesz igénybe. A 10 kilométeres szakasz jó része természetvédelmi területen, a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkon halad át, így a résztvevők megismerhetik a terület különleges természeti adottságait, növény- és állatvilágát is. Jég Tamás túravezető fiatalkora ellenére már rengeteg tapasztalattal rendelkezik, egészen korán az evezés megszállottja lett. A színidő programsorozat keretébe kerültem a Római Parkra. Ez egy ilyen iskolába bedobott programfüzet volt, különböző szabadidős tevékenységekkel, nyári táborokkal, kifejezetten iskoláknak, és akkor ott találtam igazából anyukám ezt, és küldött le minket, nagyon nem akartam lemenni. Testvéremmel, ikertestvéremmel, és valahogy ott megfogott az a légkör, ott a Római parton van a vízitelep, és akkor hát 16-17 éves korosztály volt a kormányos, és több száz gyerek a parton, és akkor mi válogathatunk ki a kormányosokat, hogy kivel akarunk menni, megtanultuk a kenuzás alapismereteit, és hát megszerettem igazából, elég hamar kormányos is lettem, és hát idestolom, majdnem 20 éve nyaranta ott megyek, és akkor a következő generációnak próbálom átadni azt a tudást, amit megszereztem.
túra Fenékpusztán ér véget, ahol az Egyesület által helyben főzött forralt borral kínálták a célbaérőket. Hát nagyon jól éreztük magunkat az egész családdal, ez egy jó hétvégi kapcsolódási program volt szerintem. Örülök, hogy eljöttünk, és szerencsére nem is volt annyira hideg, mint számítottam rá, szóval jó volt. Talán sikerült kedvet csinálnunk a túrákhoz, melyekhez bárki csatlakozhat, akár kisgyermekes családok is, mert az Egyesület kisebb méretű evezőlapátokkal is rendelkezik. Az Egyesület szervezte kenutúrákról bővebb információkat a www.indianvizitura.hu oldalon találnak. A helyi kukta részeként Farkas Bálint a Kolping Hotel konyhafőnök helyettesének lazacos finomságát idézzük fel. Napot kívánok, Farkas Bálint vagyok, az Alsópáuki Kolping Hotel konyhafőnök helyettese, és a 13 év gasztronómiai együttműködés formáció alapítója, ötletgazdája. 5 évvel ezelőtt hívtam össze a hévízi séf kollégáimat egy együttműködés céljából, aminek elsőrendű feladatai az úgynevezett örömfőzések voltak. Azóta már kiegészültek más tevékenységekkel is, illetve egy nagyon szoros barátság kapcsolat alakult ki a 13 év között. Tavaly egyesületté alakultunk, úgyhogy most már kicsit könnyebb a úgymond támogatásokat megszerezni, és hát a támogatásokat arra szeretnénk fordítani, hogy utánpótlást neveljünk, tehát iskolákba, akár általános iskolákba, illetve szakiskolákba már többször is megfordultunk, és ez az úgymond hitvallásunk, vagy célunk, hogy a szakmát újra feltöltsük jó szakemberekkel. Ebben a sorozatban minden séf fog készíteni egy ételt, amivel szintén azt szeretnénk bemutatni, hogy a szakma mennyire sokoldalú, sokrétű, és hát a főzés öröme az számunkra nem közhely, hanem tényleg így vagyunk vele. Amit én ma készíteni fogok, az egy házi pácolt, vagyis graved lazac, egy kínai üvegtiszta salátával, amihez először is a lazacot le kell bőrözni, és utána kétharmad, egyharmad mennyiségben összekevert kristálycukor, illetve finom szemű só felhasználásával fogom elkészíteni. Ahogy említettem, itt van ez a sócukor keverék, ebből teszek az edény aljára. És a következő fűszereket fogom rászórni. Kevés mustármagot, egy pár szem egész borsot. Ezeket nem teszem el, mert még szükségem lesz rá. Szintén egy pár szem szegfűborsot. Ez elég markáns, úgyhogy ezzel spórolni kell. Egy pár babérlevelet, amit egy kicsit el fogok törögetni, mert hogyha nagy részeket kitakar a lazac húsából, akkor ott nem fog annyira bepácolódni. Ennek az eljárásnak egyébként az a lényege, hogy a lazacban lévő nedvességet eltávolítsuk, de ezzel is vigyázni kell, mert ha túl sokáig marad benne ebbe a só cukor keverékbe, akkor hát nem lesz annyira élvezhető. Ezek után, amikor a fűszereket beleraktam, reszelek bele narancshéjat, kis citrusosság véget. Erre is szükségem lesz még majd. Citromhéjat. És limehéjat is. Így. Valamint lehet kapor leveleket is, de lehet összevágott kaprot is rászórni, mind a kettő tökéletesen megfelel. Így. Úgy. És utána ráhelyezem a lazacfilét. Így. Ezek után újra a fűszerekhez nyúlok. És a másik oldalról is mustármag, egész bors, pár szem szegfűbors,
a babérlevél, és a csillagánizt, azt az előbb nem említettem, de azt se hagyjuk ki. Így. Ugyanúgy jönnek a citrusok. Ezt tetszés szerint lehet többet vagy kevesebbet, ízléseken múlik, hogy ki szereti jobban, kicsit citrusosabb ízvilágba, ki a fűszerezést is lehet változtatni egyéni ötletek alapján, illetve el is lehet hagyni belőle, vagy ki lehet egészíteni másfajta fűszerekkel. Ezek után betakarom a maradék só és cukor keverékével, és hát amit ugye az elején említettem, hogy hány napra rakjuk be a hűtőbe, egy napra mindenképpen érdemes, ez attól is függ persze, hogy milyen nagy a lazacfilé, de én most már ugye előkészültem, és az enyém az pont két napot volt benne, úgyhogy majd kíváncsi is leszek, hogy hogy fog mutatni. Tehát a lazacunk két napot állt a hűtőben, most megpróbálom bányászni belőle. Lehet látni, hogy azok a fűszerek beleivódtak, illetve hát az állagán is észrevehetjük, hogy jóval szárazabb, de még mindig nagyon jó fogyasztásra alkalmas. Egy picit lemosom. És egy szűrőpapírral kicsit leszárítom. Úgyhogy a lazacot most hagyom száradni egy picit, közben elkészítem a üvegtészta salátát. Ehhez szükségem van kínai üvegtésztára, ebből ezt a vékonyabbakat szeretem használni, egyrészt szebben is mutat, másrészt sokkal könnyebb bele dolgozni. Belerakom egy edénybe, vizet forralok. Ezt nem főzni kell, csak áztatni, forró vízzel, nyakon önteni, és utána egy pár perccel később már lehet is szűrni. Amíg a vízünk felfor, addig összevágom a salátához való zöldségeimet. Közben a vizem fel is forrt, és akkor ráöntöm az üvegtésztára. És egy 5-10 perc hűlés után belekeverhetem a hozzávalókat. Ezek pedig a következők. Osztriga szósz, szójaszósz, ezzel óvatosan inkább ízesítsünk utána, mert ugye a szójaszósz elég sós. Egy kevés Worcester szósz. Ugye a zöldségeknél, illetve a fűszereknél elmondtam, hogy mennyire variálhatók. Itt azért ezek fix dolgok, tehát ez adja meg azt a kínai ízvilágot. Itt csak a mennyiségeken érdemes változtatni, hogyha nem annyira markánsan szeretik, de ezek közül én nem javasolnék semmit, hogy elhagyják. Ez most szezámolaj, csiliszósz, édes csiliszósz, és egy pici pirított szezámmag, és ugye az előbb összevágott zöldségek, amit mondok, szójacsirát is lehet nyugodtan még tenni hozzá, ki mit szeret. És utána összekeverjük. Érdemes fogyasztás előtt egy jó fél órát, egy órát összeérni, hagyni, megtálaljuk az ételünket. Teszünk rá bőven. Zöldségekből is. Így. Szezámmaggal. És még egy pici díszítést. Tehetünk rá. Jó étvágyat kívánok hozzá!
Eredményes, mozgalmas és sikeres esztendőt zárt Jenes Diás 2022-ben, és idénre is hasonló folytatást tervez. Hangzott el a Nyugat-Balatoni Nagyközség immár 10. évindító pohárköszöntő fogadásán. Gál Lajos polgármester úgy fogalmazott, a koronavírus járvány évei után a szomszédban egy éve dúló háború, és most az elhibázott brüsszeli szankciók miatt kialakult energiaválság árnyékában, amikor a rezsiköltségek emelkedése miatt a költségvetés megtervezése is komoly fejtörést jelent, újfent jár a köszönet Jenes Diás munkahelyteremtő és adófizető vállalkozóinak, befektetőinek, a projektek segítőinek. Jenes Diás közössége erősödik általuk, hiszen a Covid időszaka alatt is közel 120 vállalkozással gyarapodtunk, és a településünk lélekszáma is nőtt. Ma már 4300 fő fölött vagyunk. Vállalkozóbarát önkormányzatként kijelenthetem, hogy egyre több a nagy hozadott értéket hozó ipar és iparos, valamint megtelepülő vállalkozás településünkön, akik közül kiemelkednek a nagy adófizetőink, kivált kép a 10 évnél is régebbi jubiláns vállalkozások. A polgármester Jenes Diás idei céljai között a működőképesség megőrzését, a rezsiköltségek csökkentését, az energiatakarékosság és biztonság megteremtését, illetve az önkormányzati dolgozók megtartását és megbecsülését nevezte a legfontosabbnak. Hozzátette, kiemelt cél az utak állapotának további rendezése mellett egy méltó köztemető kialakítása is. Mindig is fontosnak tartottam azt, hogy egy település, egy közösség az elismeri azoknak az embereknek a munkáját, akik sokat, az átlagosnál többet tesznek annak érdekében, hogy az a közösség vagy az a térség fejlődni tudjon. Nagy Bálint közlekedési államtitkár, a térség országgyűlési képviselője beszédében arról is szólt, az építő békéről Magyarországon kívül csak nagyon kevesen beszélnek, pedig mindannyiunknak ez lenne az érdeke, hogy az elmúlt időszak fejlődése a jövőben is folytatódhasson. Hogy az elmúlt évek nehézségei ellenére, amikről az előbb beszéltem, azért mégiscsak erősebbekként jöttünk ki, mint ahogy abba kénytelenek voltunk belemenni, akár gazdaságilag, akár közösségi szempontból nézzük, és én azt kívánom mindannyiunknak, és azt kívánom mindannyiunknak, hogy a következő időszak nehézségein is legyünk minél előbb túl, és fogjunk össze és tartsunk össze közösség szinten ahhoz, hogy a mostani előttünk álló, talán az előbbihez képest is nagyobb nehézségekbe is, ahogy belevegyünk, annál erősebbekként tudjunk kijönni, és adja jó Isten, hogy ez minél előbb megtörténhessen. Egy egészen biztos, hogy Magyarország kormányára a jövőben is számíthatnak. Magyarország kormányának a magyar vidéken élő emberek kiemelten fontosak. Ennek eredményeként láthatjuk azt, hogy az elindult Magyar Falu programot, amiből az egész térségünk is, így ahogy polgármestert hallgathattuk, Jenes Diás is jelentősen tudott fejlődni, ezt a programot a jövőben is folytatni kell. Ahogy hallhattuk, a kormány döntött arról, hogy a falusi csokot jövő év végéig meghosszabbítjuk. Az évindító fogadáson Nagy Bálint arról is beszélt, az építési és közlekedési minisztériumban azon dolgoznak, hogy olyan tömegközlekedési bérletrendszert vezessenek be idén tavasztól, amely megyei, illetve országos szinten is segíteni tudja az egyes embereket, a közösségeket és a gazdaságot. Zárta beszédét Nagy Bálint. Farsangváró rendezvényt tartottak a múlt hétvégén a Festetics Imre Élményközpontban Jenes Diáson. Bátorságpróba, nem szeretem állatok, arcfestés és látványetetés is szerepelt a programok között. Megtelt látogatókkal a Festetics Imre Élményközpont. A hétvégén tartották ugyanis farsangváró rendezvényüket. Jelmezben vagy anélkül kisebbek, nagyobbak is élményekben gazdag pillanatokat élhettek át. A programok között többek között szerepelt arcfestés, bátorságpróba, italozó és ételkóstoló is. Az állandó tárlat mellett a Nem szeretem állatok is nagy sikert arattak a látogatók körében. Nagy Kanizsáról jöttünk, és olvastuk, hogy van ez a lehetőség, ahol állatokat lehet megismerni, meg amik nem szeretünk annyira, vagy nem ismerünk annyira, meg élményetetés van, mindenféle programok. Budapestről érkeztünk, nagyon jól érezzük magunkat, és hát valami jó gyerekprogramot kerestünk itt a kicsikkel a környéken. És szerencsére megtaláltuk ezt a szuper rendezvényt. Nagyon tetszik maga a helyszín, nagyon szép lett, a kiállítások is, a játékok,
meg hogy ilyen jól érzik magukat a gyerekek. Trópusi óriás ízeltlábúakkal is találkozhattak a helyszínre érkezők. A nem szeretem állatok közül pókokkal, skorpiókkal, gigaszöcskékkel és még számos különleges állattal ismerkedhettek a nézelődők. Mozer Tibor Hévízről hozta el ízeltlábúit. Hobbiszerűen tenyésztem őket 5 éve, és annyira megtetszettek, hogy most már egy külön szobányi kis állatkertem van. Mindenkinek teszek bele egy jövős kukoricát, és akkor oda mehettek, és leszedik a kezetekről, jó? A beltéri programokon túl a rendezvény talán egyik legnépszerűbb attrakciója a látványetetés volt, ahol az állatpark 4 lábúit kukoricával és almával etethették a bátrabbak. A birkák, vaddisznók és szarvasok pedig örömmel falatoztak a gyermekek felnőttek kezéből. A Farsangváró rendezvényt idén először hagyományteremtő szándékkal hívták életre az élményközpont munkatársai, akik az idei évben is igyekeznek főként családoknak szóló programokat biztosítani az ide látogatóknak. 2023-at is szeretnénk úgy folytatni, mint a 2022-es évet. A nagy rendezvényeken kívül, ami eddig a Csodaszarvas Fesztivál volt, a Nuszi Fülfesztivál, illetve egy tavaszváró fesztiválunk volt, ezen kívül minden hónapban szeretnénk olyan programokat a családoknak teremteni itt, ami egy picit becsábítja innen a környékről is a kisgyermekes családokat, tehát nem csak a turistákat. Az állandó tárlatról és főleg jeles napokhoz, évszakokhoz kötődő programokról bővebben a Festetics Imre Élményközpont honlapján tájékozódhatnak az érteklődők. Híradó Extra című műsorunk végén kollégáim nevében is búcsúzom. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, további tartalmas televíziózást kívánok, viszontlátásra!